úgy láttam a visszajelzésekből kiindulva, hogy nagyon bejött nektek ez a hiteles vagy kamu sorozat, és nem is szeretném húzni csavarni tovább az időt, kezdjük el ezt az évet, indítsuk el ezt a 2023-as évet egy második résszel. Hitelesek, vagy megjátszottak-e a következő anyagok? Derítsük ki, tartsatok velem! Mindig nagy örömmel tölt el, amikor magyar videókat elemezhetek. Ezt a videót valaki beszerette volna küldeni a Fekete Terem csoportba, de ugye ez a csoport, ez nem erről szól. Nekem fogalmam nem volt róla, hogy már 2009-ben is készültek hasonló felvételek a Mi Kis Drága Hazánkban, és szeretném megragadni az alkalmat, hogyha bárki esetleg ismer még hasonló magyar felvételeket, akkor azt legyen ön kedves is küldje el nekem, mert szeretnék belőle egy ilyen kis összeállítást is csinálni. Visszatérve a videóhoz. Mint az látszik, a videó 13 évvel ezelőtt került feltöltésre, és a leírásban csak annyit olvashatunk, hogy ez a videó 100%-ban valódi. A videót este a házamban vettem fel, valódi szellemaktivitás Magyarországról. Lássuk a felvételt, azután pedig beszélünk róla. Halló? Mi van itt? Vegyük végig azt, hogy mi is történik magában a videóban. A srác bekapcsolja a kamerát. Elkezd zongorázni, majd pár másodperc múlva egy nagy ricsajt hall odakintről. Abba hagyja a zongorázást, feláll, kimegy, hogy megnézze, hogy mi a zaj forrása, és amikor kiér, és ezt nem tudom eldönteni a felvétel pocsék minősége miatt, de olyan, mintha valaki állna a sarokban. Legalábbis nekem teljesen úgy tűnik, ha csak nem egy fogas van a nappali sarkában telekabátokkal, de az alanyunk nem tulajdonít neki nagy jelentőséget, sohajt egyet és megy tovább. Vagyis valószínű, hogy tényleg csak egy fogasról vagy valamilyen szobanövényről van szó. Visszarakja a leesett tárgyakat, majd kezdetét veszi a műsor. Ismét megszólal a zongora, majd a tévé, zárásként becsapódik az ajtó, és nem hiába használtam a műsor szót, ugyanis szerintem, és az is lehet, hogy aki ezt a videót készítette, az is lehet, hogy ő is itt van köztünk, és látja most ezt az elemző videót, mert ahogy elnézem, nagy rajongója a horrorfilmeknek. És hogy miért? Hát azért, mert ez a film, ez a kis film, ez tel is tele van horrorfilmes motivumokkal. Minden rögtön azonnal egy videóban történik, mint egy kis filmben. Pont úgy, mint egy kis filmben. A túlzott reakciók, a srác úgy liheg, mintha lefutotta volna a maratont. A felvétel elindítása után nem perceket, hanem csak 10 másodpercet kell várnunk arra, hogy az a valami az leessen odakint a konyhában. Valószínű azt mondta a srác a segítőjének, hogy figyelj, én bent majd elkezdek zongorázni, te pedig számolj el 10-ig,
majd te idekint kezdj el dobálni mindent, miután letelt az a 10 másodperc. Csak arról a videóról kell bizonygatni, hogy 100%-ban igaz, amelyikről még maga a felvétel készülje is érzi, hogy ezt sokan nem fogják elhinni neki. Általában, és mondom nagy általánosságban, amelyik videó alatt ott van az, hogy ez nem kamu, vagy hogy ez 100%-ban igaz. Amikor még a kommentekben is győzködni kell a nézőt arról, hogy elhiggye a látottakat, akkor sejthető, hogy mindaz, amit látunk, csupán egy megrendezett színdarab. Pont úgy, mint ez is. Magyarságából adódóan nagy sajnálattal mondom, de kamu. A következő videó a CVS Paranormal TikTok profilról származik, és ezt a videót csak azért hoztam el, hogy felvezessem a következő videót, és legyen egy összehasonlítási alapunk. Mint az látszik, a videót már több mint 3,5 millióan látták a TikTokon, és ezt nézzük meg mi is a következő percekben. Completely out of the way, so nobody... Hello. Oh, hello. Oh. Oh. What? Hello? Hmm. Sure, I saw somebody shouted hello then, or said hello. Away, so nobody... Hello. Oh, hello. Away, so nobody... Hello. Oh, hello. Oh. Szinte egyértelmű, hogy az a hang, amit mi is hallottunk, az nem Krisztin szájából jött. Ez a bizonyos hello hang egy teljesen más hangszínen szólalt meg. Completely out the way, so nobody... Hello. Oh, hello. Oh. Oh. Krisztin a videó alatt hozzáteszi, és ez egy valós érv a videó hitelességét illetően, hogy nagyon sokszor elmondtam már, és a videóra is odaírtam, hogy azért ijedtem meg, és azért ugrok fel a hello előtt, mert hallottam egy zajt magam mögött. Megmutatom újra a felvételt, többször is, csak hogy ti is halljátok, hogy Krisztina hello hang előtt megijed. Előtte, mintsem utána. Állítása szerint azért, mert zajt hallott maga mögött. Completely out the way, so nobody... Hello. Oh, hello. Oh. Oh. Out the way, so nobody... Oh. Oh. Out the way, so nobody... Oh. Oh. Completely out the way, so nobody... Hello. Oh, hello. Oh. Oh. Én többször is meghallgattam a felvételt, de semmilyen zajt nem hallottam rajta, ami kiváltotta volna az ijegységet alanyunkból, viszont a hello az már nagyon szépen hallatszik. Completely out the way, so nobody... Hello. Oh, hello. Oh. Oh. Amit el tudok mondani, és nem túlzok, hogyha azt mondom, hogy vagy 50-szer visszahallgattam a felvételt, újra és újra, és szerintem Krisztin reakciója az, ami hitelessé teszi ezt a felvételt. Ha Krisztin nem így reagált volna, ahogy, akkor talán én sem hinném el mindazt, amit látok, vagy inkább hallok. De a reakciója, az, amilyen természetesen reagál, azt szerintem nem megjátszott. Annyira nyers és annyira töredezett a reakciója, ami ennek egy ilyen helyzetben lennie kell. What? Hello? Hmm. Sure, I saw somebody shouted hello then, or said hello. Nem mond teljes mondatokat, szinte már magában beszél, csak betűket egy ki a száján, a vagy ó. Nincs kidolgozva a reakciója, és engem pont emiatt fogott meg. Ami pedig a szellemhangot illeti, nem volt senki a közelben. Biztos, hogy nem Krisztin adta ki ezt a hangot, mert ő épp sóhajtott, és nem tudunk egyszerre sóhajtani és közben beszélni is. Nekem az a véleményem, hogy igen, igen, egy hiteles felvételről van szó. Somebody shouted hello then, or said hello. Nem hiába mondtam azt korábban, hogy az előbb bemutatott videó csak a felvezetése lesz a következőnek.
A következő felvétel az Urbex Hungary YouTube csatornájáról származik, és egy már több mint 5 éves anyagról van szó. A Szikla szellőző Lila Füred 2017. Ebben a videóban van két momentum, amit még maguk a srácok sem vettek észre abban a pillanatban. Megmutatom, azután pedig kielemezzük a látottakat, vagy inkább hallottakat. Nagyon mély, nem tudom, és hallod a visszhangot? Nem semmi. És talapzat, tehát itt mehetett egy kábel nyugodt szívvel ott. No. Szóval röviden, tömören. No. Emlékszem, hogy ez a hang, ez a két hang, ez 5-6 éve nagyon nagy port kavart. A videót készítő csapatnak még külön videója is volt, amiben elmondták, hogy soha többé nem mennek oda-vissza, még csak a közelébe sem mennek a helynek, mert az egyikük miután itt jártak, nagyon rosszul volt, azt is mondták, hogy volt, akinek megmutatták ezt a felvételt, és egész éjszaka nem tudott aludni, mert folyton ezek a hangok jártak a fejében. Na de mik voltak ezek a hangok? Mit mondanak ezek a hangok? Én úgy hallom, és bevallom, hogy miközben újra és újra meghallgattam ezt a felvételt, többször kirázott a hideg, mert basszus, ez gyakorlatilag egy bizonyíték a szellemvilág létezésére. Egy olyan ember, vagy szerintem inkább emberek hangját halljuk, akik nem léteznek. A mi fizikailag is megfogható, látható világunkban nem léteznek. És ez elképesztő. Nem semmi. Erre a hangra több megoldás is született már. Valaki azt hallja, hogy nem láttad az öreget? De én azt hallom, hogy egészen pontosan Szapka az örege? Amit talán Sapka az öregennek lehetne fordítani, mintha egy 13-15 éves kisrác mondaná, aki épp mutálódik, de lejátszom párszor, hallgassátok meg ti is újra. Nem semmi. Sapka az örege? Mint le is volt zárva. Szokka az örege? Szokka az örege? Szokka az örege? Lássuk a másik hangot, ami számomra, és annak ellenére, hogy ez bizony halkabb, nekem mégis egyértelműbb. Valaki azt hallja, hogy meg kell kérjelek titeket, ugorjatok le, de én többször is meghallgattam is a ritmusából és a sok ketítettok szavakból, én azt hallom, hogy meg kell kérlek titeket, próbáljátok meg. Lássuk, hogy ti mit hallotok. No. 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 Egészen pontosan nem vehető ki egy mondat sem. Csak a nyelv ritmusából és, mint azt mondtam korábban, a ketítettok szórészletekből erre lehet következtetni. Meg kell kérlek titeket, próbáljátok meg. Gondolkodtam azon is, hogy mi van, hogyha egy másik nyelvet hallunk, de aztán ezt teljesen elvetettem, mert hál' Isten a magyar nyelv olyan egyedi jegyekkel rendelkezik, hogy ezt nem lehet máshogy más nyelvnek érteni. No. Szerény kis véleményem szerint, és habár azok, akik ezt a felvételt készítették, ők utólag már bánják, hogy meglátogatták ezt a lilafüredi szellőzőt, de én erre inkább büszke lennék, hogy egy olyas valamit sikerült rögzíteni, teszem hozzá véletlenül, ami nagyon sok embernek az álma, de sosem kerülnek ilyen közel hozzá. Hogyha jól tudom, akkor ebben a szellőzőben több 10 évvel ezelőtt elhunyt valaki, és nem mennék bele részletesen, mert itt nem magát a történetet vizsgáljuk, hanem azt, hogy a felvétel vajon mennyire volt hiteles. Hát szerintem nagyon is. Az egyik leghitelesebb szellemhang, amit az utóbbi időben hallottam, de inkább az egyik leghitelesebb, amit valaha hallottam. No. Minden elismerésem a készítőknek. Szokka az örege? No. A következő csatorna
vagyis TikTok fiók, amit megnézünk, az magyar fordításban a Haver, az Én házamban szellemek vannak névre hallgat. Magába a csatorna névbe benne van maga a csatorna profilja is. Azt állítja ez a már kissé idősebb férfi, hogy olyan dolgokat tapasztal a házában, amire nincsenek szavak. Sőt, vannak videói, amelyekben sírva mesél az élményeiről. Ezeket a videókat nézzük meg, vagyis párat megnézzük ezekből a videókból, azután pedig elmondom én is a véleményemet. Ebben a videóban a szék szinte önálló életet él, de ami még érdekes, az ez a megjelenő fehér folt itt a szék mellett. Ha valakinek a házában ilyen dolgok történnek, azt nem lehet egyszerű feldolgozni, vagy egyszerűen csak áttélni ezeket a perceket. És ezt a következő képsorok is bemutatják és igazolják. Hey everyone, remember I said I didn't know how I'd react if this thing started touching me? It started walking towards me. Someone whisper. It was faint. But when I heard it walking away from me, I finally felt like I could move. And I ran. The whispering. It wasn't one voice. It was a lot of people. These people seemed stuck. They were all saying, "Help me." Abszolút nagyon hiteles mindaz, amit az előző percekben láthattunk. A sírást nem lehet csak úgy előidézni magunkban. Nézzünk meg egy az előbbihez képest sokkal sokat mondóbb felvételt. Hey guys, my hall walker is back. I'm gonna go into the hallway and see if I can hear. Somebody right behind me. It felt like their
really tall. Azért is mondtam, hogy ez egy sokkal sokat mondóbb felvétel, mert ezek alapján teljesen érthető az idős bácsi reakciója. Teljesen érthető, hogy elsírja magát, amikor mesélnie kell a történtekről, hisz tisztán kivehetőek ezek a női suttogó hangok. Megmutatom újra. Help me, vagyis segíts nekem. Megmondom őszintén, hogy az elején én azt gondoltam, hogy két megoldás lehetséges egyszerre. Egy beteg emberről van szó, mert egyes pillanatokban olyan, mintha ez az idős férfi ez pszichológiai problémákkal küzdene. Kettő, attól mert ő egy beteg ember, attól még simán lehet, hogy igaz, amit mond. Ezért jobban ráállítottam magam az ügyre. Ilyenkor az a legjobb megoldás, hogyha körbenézünk a többi videók között, hogy amelyikből azért van egy-kettő, körbenézünk a többi videó között, hát találunk egy olyan felvételt, amelyben van valamilyen kis hiba. Egy olyan hiba, ami minden kérdésünkre választ ad. Hála az égnek, és nem is kellett sokáig böngésznem, gondoltam megnézem ezt a nappal készült videót, mert a nappal készült videók általában mindig sokat mondóak, és örülök, hogy erre kattintottam először, mert megspóroltam magamnak pár percet. Ezen a felvételen nagyon jól látható, hogy a szekrényajtó kinyitásakor van egy olyan áttűnés a felvételen. Olyan, mintha ez a rész, ahol az ajtó kinyitódik, ez ki lenne vágva a felvételből. Úgy voltam vele, hogy na jó van, biztos történt valamilyen vágás. Bár eléggé furcsa, hogy pont a kulcs pillanatban történt vágás, de egyefene, megbocsájtjuk. De amikor visszaraktam a videót az eredeti méretére, akkor láttam, hogy már bizony akkor nem történt semmilyen vágás, mert a hölgy mozgása az teljesen folyamatos. Ami azt jelenti, hogy csak a szekrényajtóhoz nyúltak hozzá, a szekrényajtót maszkolták el, majd azt rárakták a másik felvételre, amelyen a hölgy megijed vagy furcsán néz a szekrényajtó felé, és voilà, kész is a szellemvideó. Igen, tudom, hogy sokatokat most nagy csalódást tölti el, mert az alanyunk egészen a szívekig lopta magát a profi szerepjátékával, de azt kell, hogy mondjam, hogy mindaz, amit ezen a csatornán látunk, és hozzáteszem, hogy nem hiába vannak letiltva a kommentek, mindaz, amit látunk, az csak egy műsor része. Én nagyon sajnálom, hogy már az idősebb korosztály is kezdi a nézők szédítését, de hát ebben mérhető a nézettség. És visszatérve pár mondat erejéig erre a videóra, csak mert biztos hiányolni fogjátok ennek a videónak a magyarázatát is, nagyon egyszerű a történet, egy húzal van a szék lábára erősítve, ennyi. Ezt onnan tudom, hogy a szék mindig arra mozog, amerre azt húzni lehet. Mindig arra mozog, amerre vagy egy ajtó, vagy egy átjáró van. Amerre azt a széket húzni lehet. Miért nem mozog a szék mondjuk jobb oldalra? Oda, ahol csak egy fal van. Hát azért, mert arra nem lehetne észrevétlenül húzni, csak tolni. Tolni pedig nem lehet egy átlátszó húzal segítségével. Szóval is, hogyha eddig nem lettem volna egyértelmű, kamu történetekről és kamu videókról van szó. A következő anyag Mr. Omega csatornájáról származik, aki épp építgeti, foltozgatja a YouTube csatornáját az érdekesnél érdekesebb tartalmaival. Kezdetben az ember annak érdekében, hogy növekedjen a csatornájának a népszerűsége, több hülyeséget is bevállal, és ezt én tudom csak igazán. Így tesz Mr. Omega is, aki úgy dönt, hogy a kutyájával megszel eltölt egy éjszakát egy alagútban. Minden úgy zajlik, ahogy azt a srác eltervezte. Nincs álom a szemében, ezért főz valamit, zenét hallgat, próbálja elterelni a figyelmét arról, hogy egy több mint egy kilométeres alagút közepén tölti majd az éjszakát. Hajnali 4 óra. Úgy dönt, hogy kimegy az alagútból egy pár percre azért, hogy megmutassa az interneten valós időben, hogy tényleg 4 óra van, hisz az alagút belsejében nincs se térerő, se internet, és Omega büszke volt magára, és szerette volna bizonyítani a nézőinek, hogy tényleg kibírt majdnem egy teljes éjszakát egy alagút belsejében. Majd a visszafelé vezető úton valami váratlan történik. Is there somebody here? This is creepy. What the hell? Is anyone here? What is that? Oh! Max!
Én úgy látom, és a kopaszodásból én arra következtetek, hogy ez egy idősebb fickó lehet, melegítő nadrágban, kabátban és egy pulcsiban. Ami engem arra enged következtetni, hogy feltehetőleg egy hajléktalanról lehet szó. Nem egy szellemről, nincs semmi paranormális a háttérben, ez egy ember, aki lehet, hogy még maga sem tudja, hogy mit keres itt. Így utólag már nem értem, hogy miért is raktam bele ezt a videót ebbe a sorozatba, úgy gondoltam, hogy érdekes lehet, volt egy alap hangulata az egésznek, de így utólag és így átgondolva mindazt, amit láttunk, nincs ebben a videóban semmi furcsa. Be kell, hogy valljam, hogy én először úgy gondoltam, tényleg úgy gondoltam, hogy Omega kolléga ezt az egészet úgy, ahogy van, megrendezte, de így jobban belegondolva a srácok nem hagyták volna reggel 4 órára a csattanót. Ha ez a fickó csak egy jó barát lenne, akkor szerintem már sokkal hamarabb, kb. Éjfél körül előjött volna ijeszgetni, és nem fogyoskodtak volna egészen reggelig. Ami pedig a kis játékot illeti, ami a Happy Birthday dallamát játszotta, az valóban sok volt, és abszolút nem értem a miértjét, de szerintem ennek ellenére egy hiteles felvételről van szó. És nem azért, mert Omega mennyire egy hiteles csávó, mert nagyon sok megjátszott videója van, és Omega kolléga szereti elhülyéskedni ezt a témát is, viszont itt szerintem ő is valami olyasmibe futott bele, amire ő nem számított. Ő is feltette magának a kérdéseket, hogy vajon mit keresett itt ez a csávó? Miért nem szólalt meg? Ki akarta őt rabolni? A játékkal csak el akarta őt ijeszteni? Miért nem ugatott meg, aki általában az idegenekre mindig ráförmed? Ahogy Mr. Omega, úgy én sem tudok ezek alapján magyarázatot adni nektek ezekre a kérdésekre, de ami a videó hitelességét illeti, az szerintem rendben van. Egy olyan csatornát szeretnék most megmutatni, ami engem abszolút megfogott. Ez a csatorna magyarul a Paranormális Rémálmok néven fut, és elég sok furcsaságot lehetünk fel ezen a csatornán. A csatorna tulajdonos egyébként babákat gyűjt, tudomásra szerint olyan babákat, amelyekhez valamilyen rossz dolog társul, olyan babákat, amelyek el vannak átkozva. Ezeket a babákat persze kiállítva tartja a nappaliban, kamerákkal körbevéve. Erről szól maga a csatorna, és egy ilyen videót mutatok most meg nektek. Két baba ül a széken, egy fickó kimegy egy ponccal a kezében, majd a szék egyszer csak elkezd megdőlni. És úgy is marad. Közben megérkezik az alanyunk, eléggé vicces az, ahogy reagál, legalábbis én elég jót nevettem rajta, de annak ellenére, hogy jól szórakoztam a videón, az még nem azt jelenti, hogy ne lenne hiteles mindaz, amit látunk. Ha azt szeretnénk, hogy a szék ilyen módon álljon több másodpercig, perceken át, akkor azt valamivel felfelé kell húzni. És igen, ez megoldható. Csak egy horgászsinór kell hozzá. Viszont, ami sokat mond, és ami engem személy szerint abszolút meggyőzött, az a szék körüli hadonászás. A fickó ahelyett, hogy elfutna és hagyná a fenébe a látottak bizonyítását, ahelyett odamegy, és a polcot elkezdi a szék körül forgatni. A legtöbb szellemvideó azért bukik meg, mert ez a bizonyítás rész, ez a része, ez mindig kimarad. De itt
ez megvan. Sőt, a fickó az összes húzalkötési pontot elnőrizte, és bemutatta, hogy már pedig nincs ott semmi, mindezt úgy, hogy a szék ugyanabban a pozícióban volt egész végig. Persze simán lehet, hogy itt is szerkesztés történt, de a csatorna többi videója is ugyanúgy rendben van. Nem volt időm mindent megnézni, de amiben belekattintottam, azok szintén rendben voltak. Itt van mondjuk ez a baba kéz megmozdulás. Nyugodtan próbáljátok ki ugyanezt egy húzallal. Kössetek húzalt a baba kezére, és mozgassátok meg. Én ezt már kipróbáltam, és egyszerűen lehetetlen megmozgatni úgy egy zsinórral a baba kezét, hogy maga a baba teste az ne mozduljon meg. És itt nem mozdul meg. Ez a macskás felvétel is nagyon hitelesnek tűnik, olyan, mintha egy füst jelenne meg a képernyőn, nem egy fehér pacca, mint azt a kamusz elemes videókban megszokhattuk, egy ilyen sötétebb füst-szerű valami, amit a macska farka szemmel néz, majd elszalad. Nézzetek szét nyugodtan a csatornájukon, én amit láttam, az engem meggyőzött, vagy nagyon profin csinálják a szellemvideó készítését, vagy valami tényleg van azokkal a babákkal. Minden esetre szerintem hiteles felvételekről és úgy önmagában egy hiteles csatornáról van szó. Srác kopogásokat hall az erkély ajtó felől. Oda megy, hogy megnézze, hogy mi az, majd az üvegben az látszik, hogy egy fekete, horrorisztikus alak jelenik meg a srác mögött. Már-már olyan ez a pár másodperc, mint egy horrorfilm egy szelete. De valóban igaz? Nem, sajnos nem igaz. Először is jól látszik, hogy a készítő akkor indult el, amikor rányomott a felvétel gombra. Ezt úgy kell elképzelni, mint amikor fel szeretnénk venni valamit, és mondjuk a modellünknek, vagy bárkinek, hogy na most már indulhatsz, most már veszem. Ez is pontosan ugyanez a jelenség. Ilyenkor érdemesebb egy jó tanács sétaközben rányomni arra a piros gombra, hogy legyen egy kis dinamikája a felvételnek, és ne induljon ilyen, már eleve ilyen töredezetten. Vagy lehet, hogy jobb lett volna levágni ezt a részt, de akkor meg nem hallottuk volna a kopogást. Nagyon amatőr. Viszont ez a technika, ez egy nagyon egyszerű technika, de mégis nagyon hatásos technika. A kamera gyors mozgása miatt nem vesszük észre, hogy itt, már bizony itt igenis volt egy vágás. És ezek után már felesleges hitelességről beszélni. Nagyon sok ehhez hasonló felvétel van az interneten, nagyon sokan használják ezt a vágási technikát, vagy még az is szokott lenni, hogy lekapcsolják a villanyt, vagy átmennek egy sötét szobán keresztül. Ezek mind-mind egy homogén felületet alkotnak, ahol észrevétlenül lehet megvágni, és ezzel együtt persze manipulálni is a felvételt. Ne dőljetek be az ilyen videóknak. Nagyon, de nagyon szépen köszönöm a figyelmeteket, jelezzétek azt nekem vissza, hogy még szeretnétek még több és több ilyen részt, azt sem akarom, hogy izzadságszaga legyen ennek a sorozatnak. Bár azt azért hozzá kell tennem, hogy én nagyon szeretem ezeket a videókat nézni és persze elemezni is, hol azért, mert vagy nagyon jókat szórakozok rajtuk, vagy azért, mert igenis ki tud tőlük rázni a hideg, és remélem, hogy ezzel nem vagyok egyedül. Köszönöm szépen még egyszer a figyelmet, találkozzunk egy következő videóban. Addig is sziasztok!